Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Ezer bolti dolgozó hiányzik. Hatalmas tumultus várható a boltokban év végén. Együttműködés. Folytatják a közös munkát a rendőrök és a tolnamegyei cigányok. Téli gumi. Még nem késő váltani a szakember szerint. Falufejlesztés. Csíkóstötősön folytatják a korábban megkezdett munkát. A Tolnatáj Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Kezdjék minél korábban a karácsonyi bevásárlást, hogy elkerüljék a tumultust. Ezt tanácsolja a vevőknek a Kereskedelmi Szövetség. Mert miközben elkezdődött az évvégi csúcsidőszak a boltokban, rengeteg a munka. Eladóból nincs több, sőt, évek óta egyre kevesebben dolgoznak a kereskedelemben. Tolna megyében az elmúlt 5 évben 1000 emberrel csökkent a boltok és az alkalmazottak száma, mondja a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Díszekkel, szaloncukrokkal, ajándékcsomagokkal, élelmiszerrel, roskadásig pakolt polcok. Minden adott a karácsonyi nagybevásárláshoz az egyik kiskereskedelmi lánc szekszárdi üzletében. Már csak a dolgozók hiányoznak, akik kiszolgálják a vevőket, feltöltsék áruval a polcokat. A Kereskedelmi Szövetség adatai szerint ugyanis a 6 legnagyobb áruházlánc most összesen 1000 munkakörre keres dolgozókat a hirdetéseik alapján. Ugyanennyi üres álláshely van üresen, mint egy éve, hiába emelték a béreket. A Központi Statisztikai Hivatal adataiból pedig az derül ki, hogy tavaly 361 ezer embert foglalkoztattak a hazai kiskereskedelemben. Ez 2,1%-kal kevesebb munkavállalót jelent az ágazatban az azt megelőző évhez képest. A munkaerőhiány oka, hogy hatalmas a fluktuáció. Sokan elhagyják a pályát. Több áruházlánc nyugdíjasok és diákok foglalkoztatásával próbál enyhíteni a munkaerőhiányon. Tolna megyében is komoly gond a munkaerőhiány a kereskedelemben, mondja Fischer Sándor, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Az elmúlt 5 évben körülbelül olyan 1000 emberre csökkent a boltok, illetve az alkalmazottaknak a száma. Fischer Sándor szerint a kisebb településeken, falvakban van a legnagyobb gond, ahol nem csak boltos, de bolt sincs nagyon, a forgalom pedig alacsony. Vannak, ahol magasabbak a forgalmi mutatók, ennek a termelékenységnek is mondhatnánk, és ott, ahol bizony egy ilyen falusi kisboltban bizony a termelékenység, a forgalom alacsony, és az árukínálat is kevés, és ennek következtében a vevő is kevés, és nehezen tudják igazdálkodni a munkaerőnek az árát. A Kereskedelmi Szövetség szerint bölcs döntés elkezdeni a bevásárlást már most. Idén a becslések szerint ugyanis a tavaly decemberi több mint 1000 milliárdosnál 3-4%-kal nagyobb rekordünnepi forgalomra számítanak idén. Két autó ütközött hétfőn a 6-os számú főúton, Bonyhád közelében. A balesetben egy személy megsérült. Egy másik baleset a 61-es úton történt, Dunaföldvár környékén. Itt egy autós eddig ismeretlen okból villanyoszlopnak csapódott. A sofőr megsérült. Aki még nem tette meg, annak érdemes minél rövidebb időn belül felrakatni az autóra a téli gumikat, ezt mondja a szakember. Bár napközben ugyanis még nem ritka az őszies időjárás, reggelente már könnyen megcsúsznak a nyári gumik. A szakértő szerint a téli gumi vásárlásánál az ár és a bordázottság mellett érdemes figyelni a termék korára is. Dolgozik a centírozógép a tolnai Antal szerviz műhelyében. Az idejáró ügyfelek legtöbbje már átrakatta a téli gumiját, de még így is minden nap érkezik valaki gumicserére. A műhely vezetője szerint érdemes mielőbb időpontot egyeztetni annak, aki eddig még nem tette meg. Én azt javaslom, hogy ne csak a nappali 10-15 fokot nézzük, hogy az alatt érdemes, hanem ugye a hajnali hőmérsékleteket, a késő esti hőmérsékleteket, amikor ugye 4-5 fokok, 6 fokok, ott igazán szükség lenne ugye már a téli gumikra. A nyári gumik ugyanis például reggel, amikor hűvösebb van, könnyen megcsúsznak. Ezért fontos, hogy télre megfelelő abroncsot válasszunk. Az ár sokszor nagy szerepet játszik a vásárlásnál, ami az autógumi minőségére is utalhat. A szakember szerint a drágább termékeknek hosszabb az élettartamuk, hiszen magasabb minőséget képviselnek. Vannak olcsó gumik,
jó gumi nincs benne az olcsó gumiba. Azt talán, ha azt a kategóriát valaki választja, az esetleg kevés kilométert közlekedik ugye a téli időbe, de ugye egy ilyen 6-7 évnél tovább semmiképpen nem lehet tervezni. Ugye a megtartását kikeményednek, a tapadás ugyanúgy megszűnik. A használt téli gumikat pedig csak akkor szabad még felrakni, ha a profilmélység még nagyobb, mint 4 mm. Bűnmegelőzési és ifjúsági programok szervezése. Mások mellett ezek adják a Tolna megyei rendőrfőkapitányság és a Tolna megyei cigány nemzetiségi önkormányzat együttműködésének alapját. A közös munka már évek óta tart, ám most, mivel a nemzetiségi önkormányzatban személyi változások történtek, megújították az ezt megalapozó együttműködési szerződést. Pecsét került a szerződésekre, majd jött a készfogás. A rendőrség és a Tolna megyei cigány nemzetiségi vezetők között már évek óta van érvényben, azóta többször megújított megállapodás. A közös munka során egyebek mellett roma fiataloknak szerveznek és tartanak bűnmegelőzési programokat. Én azt a utat szeretném járni, amit eddig már közösen jártunk, és amit az elődeim megkezdtek, és én ahhoz fogom magam tartani a jövőben is, amit az együttműködésvel írásos, és nem írásos formája, mi tőlünk megkövetel. Az új dokumentumra most azért volt szükség, mert a választásokat követően személyi változások történtek a megyei cigány nemzetiségi önkormányzatnál. Nagyon jó sok programot csináltuk meg az elmúlt években, a rendőrséggel közösen, és szeretnénk ezeket a rendezvényeket is természetesen ugyanúgy a következő években is megcsinálni. Esetleg, hogyha új rendezvényekben hívnak minket, hív a rendőrség minket, akkor természetesen mi részt veszünk rajta. Orsós Zoltán, a megyei rendőrfőkapitányság kisebbségi összekötője azt mondta, hogy a rendőrség és a Tolna megyei cigányság közötti együttműködés az egész országban kiemelkedően jónak számít. Nekem nagyon nagy öröm az, hogy a megjelent új vezető Orsós István mellett eljött erre a rendezvényre a leköszönő elnök is, Orsós László úr is. Ez azt gondolom, hogy egyébként jól mutatja, és mindenféle politikai mentesség nélkül, hogy van egyfajta egyetértés azért a Tolna megyei cigányságban. Tolna megyében a rendőrség és a cigányvezetők először 2009-ben kötöttek együttműködési megállapodást. 28.500 forint marad az öregségi nyugdíjminimum jövőre is. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az emelés nincs a kormány napirendjén. Az öregségi nyugdíjminimum azt jelenti, hogy ennél kisebb teljes ellátást nem lehet megállapítani azoknak, akik rendelkeznek a szükséges szolgálati idővel és elérték a nyugdíjkorhatárt. Ráadásul az öregségi nyugdíjminimum több szociális ellátás megállapítása során is alapként szolgál. A nyugdíjminimum összege 2008 óta változatlan. A megkezdett fejlesztések folytatását, egy komfortosabb falu kialakítását tűzte ki célul Csikóstöttős önkormányzata. A településen önerőből újulnak meg a járdák, készülnek az óvoda játékainak korszerűsítésére és az utak rendbetételére is. Ezeknek a buszmegállóknak már megvan számlálva az idejük. Napok kérdése és a kiszolgált építményeket újabbak váltják Csikóstöttösön. A település vezetésének célja, hogy az eddigieknél komfortosabb, élhető faluvá válhasson a kaposmenti település. Kreb Imre, aki 1998 óta alpolgármestere volt a falunak, mostantól vezeti a képviselőtestület munkáját, azt mondta, az alapokat már letették, a megkezdett úton akarják folytatni a munkát. Így például az utcafejlesztési programot is, melyben a saját maguk által gyártott térkövekből eddig már 800 métert raktak le. Egy összeszokott, egymást jól ismerő közösségbe tudok dolgozni, és úgy érzem, hogy ezzel a csapattal tudunk is tenni az elkövetkezendő időbe a településünk javára. Vízzel vezetők járdák építése, óvodai játékok felújítása és a település wifi rendszerének korszerűsítése van jelenleg Porondon, melyre a források a tavaly megnyert pályázatok alapján rendelkezésre is állnak. A következő időben tovább próbáljuk fejleszteni a községnek azt az értékét, amiért valakik eljönnek hozzánk, szeretnénk fogadni a hagyományok házába és ebbe a Kneipp útvonalas programba, környékbeli iskolás csoportokat, ahol mindennel el tudjuk látni őket, hogy itt jól érezzük magunkat.
Azt szeretnénk, ha minden csikostöttösi otthon érezni magát a településen, ehhez az alapinfrastruktúra már évek alatt kiépült. Most a komfortossábbá tétel a legfontosabb feladat, tette hozzá a polgármester. Magyarországon évente 1,8 millió tonna élelmiszer dobunk ki, azaz a megtermelt élelmiszerek jelentős hányada kárba vész, és nagyobbik része a háztartásokban termelődik. Felmérések szerint az élelmiszerpazarlás egy kis odafigyeléssel csökkenthető lenne. A szakértők a tudatos élelmiszervásárlásra és az újrahasznosítás fontosságára hívják fel a figyelmet. Ez világszerte hatalmas probléma. A pazarlásban élen járnak a nyugat-európai országok, Magyarország a középmezőnybe tartozik, derült ki a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal legutóbbi felméréséből. December 1-ére esik idén az adventi időszak kezdete. Az ország több pontján már kinyíltak a karácsonyi vásárok egy héttel az első advent első vasárnapja előtt. Máshol a karácsonyi díszek készítésével hangolódnak rá az ünnepekre. Tolnán a könyvtár és a kis kézműves tanoda szervezésében adventi kézműves foglalkozást tartottak gyermekeknek és szüleiknek. Kapják a jobbnál jobb ötleteket, instrukciókat a tolnai anyukák és csemetéik annak érdekében, hogy a lehető legkreatívabb adventi koszorú készüljenek a tolnai magházban tartott kézműves foglalkozáson. Itt elsősorban a természetes alapanyagok domináltak, de azért a csillogó díszek is helyet kaptak a termések és faágak mellett az asztalokon. A kertész családban is nagy jelentősége van a karácsonyi készülődésnek. Már november végén elkezdik a díszek alkotását. A kézműves foglalkozáson is mindenbe belekóstoltak. Festettek Mikulást és gipszből készült képet, továbbá kidekoráltak egy adventi koszorút is. Minden egyes ünnepi készülődésre nagy hangsúlyt fektetünk, úgyhogy folyamatosan nézzük az eseményeket, hogy éppen milyen aktuális lehetőségeink vannak, és amikor tudunk, akkor eljövünk természetesen, hogy ezzel is kellően hangolódjunk az ünnepre. Tolnán több kézműves foglalkozást tartanak az adventi időszakban a családoknak. Ezeken a rendezvényeken a dekorációk mellett ajándékokat is készítenek az alkotni vágyók. A Tolnai Városi Könyvtár meghívására érkeztünk mi, egy ilyen kis adventi készülődés zajlik éppen, ráhangolódás a karácsonyra, készülődés, adventi koszorúkat lehet készíteni, anyukák így inkább különvonulva tudnak dolgozni egy picit, a gyerekekkel is hoztunk külön munkákat, amivel ők tudnak így festegetni, Mikulásváros gipszeket készítenek, és akkor így egy kicsit talán elcsendesedve, meg zajongva készülődnek az ünnepre. Advent első vasárnapja mindig november 27-e és december 3-a közé esik. Ez a nap nem csak az adventi időszak kezdetét jelenti, hanem a keresztény egyházi év és a karácsonyi ünnepkör kezdetét is. Idén december 1-ére esik ezen periódus kezdete. 136 évvel ezelőtt ezen a napon született Szekszárdon Babits Mihály költő, író, irodalomtörténész, műfordító, a 20. század elejé magyar irodalom jelentős alakja, a nyugat első nemzedékének tagja. Az évfordulóról a Vosinszky-Mór megyei múzeumban is megemlékeztek. A költő szülőházánál koszorúzást, szakmai előadást, valamint kisebb ünnepséget tartottak. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Közösségi újraélesztési tréning. Segítik az életmentők oktatását a Baranya megyei önkormányzatnál. 14 méter magas, már áll a mindenki karácsonyfája Pécs főterén. Egyre többen horgásznak a Balatonnál. Évet értékelt a halgazdálkodás. Közösségi újraélesztési tréning, ez az elnevezése annak az akciónak, amit az Országos Mentőszolgálat vállalt fel. Ennek keretében tartanak elméleti és gyakorlati oktatást az újraélesztésről. A tapasztalat szerint nőtt azoknak a száma, akik azért élték túl az életveszélyes szívleállást, mert már a laikusok elkezdték az újraélesztést a mentők kiérkezéséig. Ezért szeretnének minél több embert megtanítani arra, hogyan kell bánni azokkal, akik hirtelen lesznek rosszul nyilvános helyen. Ez a cikk arról a fiatal életmentőről szól, aki még 2016-ban a Pécsi Nagy Lajos gimnáziumban mentette meg osztálytársa életét. Leállt a szíve a tanulótársának. Az elsősegély szakkörben tanult újraélesztést alkalmazva sikerült megmentenie. Hallottam erről, és szerintem nagyon megéri, hogy ilyeneket tudunk tanulni, mert tényleg sok emberen tudunk segíteni. Én már régebben tanultam, de azért néha ezt fel kell így pezsdíteni, és
tényleg nagyon nagy szerencse, hogy voltak ilyen emberek az iskolában. Éppen a Nagy Lajos gimnáziumból érkeztek ezek a fiatalok, akik az újraélesztést tanulták a Megyeházán hétfő délelőtt. Ellenőrizze a légzést. Ez az a gyakorló készülék, amelyikkel megismerhetik az újraélesztő készülék használatát. Az elmúlt fél évben itt Baranya megyében volt olyan 100 valamennyi, közel 200 újraélesztés, pontos számot nem tudok, és abban 48 volt sikeres. Mondja a mentőorvos, emelkedett a sikeres újraélesztések száma, köszönhetően annak, hogy egyre többen tanulják meg az újraélesztést, illetve egyre több helyen van újraélesztő készülék. Az Országos Mentőszolgálat egy projekt keretében egy közösségi újraélesztési tréning sorozatot ajánlott fel, aminek a következtében megyénként legalább 25 tanfolyamot tudunk tartani, körülbelül olyan 15 főnek alkalmanként, hiszen ez az a csoport, ahol a gyakorlatot megfelelő módon tudjuk csinálni és végeztetni. Ez az önkormányzatot, a Baranya megyei önkormányzatot is megkerestük ezzel a lehetőséggel, akik éltek is vele. Így kerültek ide a gimnazisták, akiket a megyei önkormányzat elnöke hívott meg. De nem csak Pécsen lesz ilyen tréning. A mai délelőttön a Baranya megyei önkormányzati hivatal dolgozóinak, valamint a szomszédos Cisztercire Nagylős gimnázium a diákjainak tartunk ingyenes, alapvető első segélynyújtási ismeretek átadására szolgáló tanfolyamot a mentőszolgálattal közösen. Ez az első állomás, de megyünk tovább, hiszen összesen 5 helyszínt tervezünk a megyében. Siklóson 2 helyszínen, a Várban és az önkormányzaton, valamint Mohácson és Szászváron lesz közösségi újraélesztési tréning. A tervek szerint legalább 100 főt vonnak be ebbe, akik később akár segíthetnek is az életveszélybe került embertársaikon. Már áll a mindenki karácsonyfája Pécsen a Széchenyi téren. A fa hétfőn került a helyére, a budai városrészből érkezett. A szabályos lucfenyő magassága 14 méter. Daruval emelték ki a felajánló család kertjéből, és szállították a pécsi főtérre. Szerencsére minden simán ment az ide szállításával. A kiszedésekor volt némi technikai nehézség az, abból adódóan, hogy viszonylag messziről, az úttól messziről kellett kidarúznunk, ezért volt szükségünk egy nagyméretű kocsidarúra, de az utas simán ment, és hála Istennek a behelyezés is viszonylag egyszerű volt, mivel szép egyenes formás fáról van szó, tulajdonképpen csak ezt a függőlegest kellett szépen tartanunk. És hát akkor most nekiállunk ugye a díszítésnek, a levágott ágokat visszatesszük, amiket itt a beállítás miatt le kellett vágnunk, és hát itt díszeleg majd nekünk ez az advent során, és majd a januárban vízkeresztkor lesz ugye leszerelve a fa. Jelentősen fellendült a balatoni horgászat az elmúlt időszakban. Erről is beszéltek a 6. alkalommal megszervezett balatoni horgászkonferencián. Amíg 5 évvel ezelőtt 60 ezer, addig 2018-ban már 90 ezer horgászjegyet értékesített a Balatoni Halgazdálkodási ZRT. A kereskedelmi célú halászatot még 2013-ban szüntették be a Balatonon. Ennek is köszönhető, hogy azóta mintegy 50%-kal emelkedett az eladott horgászjegyek száma. A Balatoni Halgazdálkodási ZRT az elmúlt 9 évben azonban nem emelt a jegyárakon. Átlagosan nézve a jegytípusokat, mert azért van benne egy kis differenciáltság, 19% környéki, 20%-os horgászjegy áremelést tervezünk 2020-ra. Fontos megemlíteni azt, hogy az ifjúságot nem érinti ezt, tehát a gyermek és a ifjúsági jegyeket nem, és a kifejezetten turista horgászjegyeket sem érinti a jármelés, az összes többi jegytípusnál tapasztalható lesz majd ez. A 6. alkalommal megrendezett konferencián az illegális horgászatról is beszéltek a szakemberek. Nyárig egy elég átlagos szabályszegés számmal szembesültünk, viszont az október hónap az most az az időszak volt, hogy minden eddigi hónapunkat megkoronázta, vagy túlmúlta. Eddig az átlagos feljelentések száma az olyan 20-30 között volt, a kiemelkedő hónapokban volt, amikor, de itt most már ilyen 5 éves távlatokról beszélek, hogy 60-80 közötti, hát most 114 volt, tehát ez nyilván annak köszönhető, hogy volt egy remek jó idő. A konferencián elhangzott, várhatóan jövő májusra a kikötőket is felújítják. Emellett arról is szót ejtettek, hogy a tervek szerint Horinfo néven fejlesztenek egy online közösségi teret a horgászoknak.
6 csapat, a házigazda PVSK, a PMSC, a Lendva FC, az Eszék, a Mátyusföld Csallóköz és a Komló részvételével rendeztek nemzetközi labdarúgó tornát a PVSK új munkacsarnokában. Az eseményt Péterfi Attila, Pécs polgármestere nyitotta meg. A PVSK centenáriuma és a rendszerváltás 30. évfordulója tiszteletére rendeztek 6 csapatos veterán labdarúgó tornát, melynek az összetartozás nevet adták a szervezők. Péterfi Attila polgármester köszöntőjében elmondta, fontos ez a torna, melyen a 3 baranyai csapaton kívül Szlovéniából, Szlovákiából és Horvátországból is érkezett gárda, de mindannyian tudjuk, hogy 100 évvel ezelőtt ez az összetartozás még egészen mást jelentett, egészen másként mutatott Európa térképén. A PVSK centenáriuma mellett a 30 évvel ezelőtt lezajlott rendszerváltás előtt is tisztelem a mai torna. Veterán kupáról lévő szó, a részvevők már felnőttként élték meg a rendszerváltást, és az azóta eltelt 30 évet. Ez alatt a 30 év alatt sok fogalom más-más kapott, és ez alatt nem kivétel a futball sem. A szervezők a házigazda PVSK-n kívül Baranyából még a PMSC és a Komló veterán csapatát, valamint a szlovákiai Mátyusföld Csallóköz, a szlovéniai Lendva FC és a horvátországi Eszék gárdáját hívták meg. Nagyon fontos, hogy a környező magyarokkal is ezt a csodálatos kapcsolatot próbáljuk tartani. Nekünk mi a mi módszerünk? Az, hogy egy életen át kell játszani, és ez az egy életen való játék, ez ugyanúgy tartozik a környező országokban lévő azonos korú urakra is. A nemzetközi veterántornát az Országos Veterán Labdarúgó Sportegyesület, a PVSK és a PSN ZRT közösen rendezte. A Szlovákiából érkezett csapat nyerni jött Pécsre. Mi Felvidékről érkeztünk, rajta Csallóköz és Mátyusföldet képviseljük. A csapat, hogy mennyire összeszokott, hát majd meglássuk a torna után, hogy mennyire összeszokott a csapat. Focisztunk. Mindenki külön-külön, először vagyunk így együtt ez a csapat, hát remélem, hogy jó lesz. A tornán a csapatok összesen 9 mérkőzést játszottak úgy, hogy a baranyaiak csak külföldiek ellen léptek pályára, illetve a külföldről érkezett gárdák sem játszottak egymás ellen. Itt nem az eredmény, hanem a részvétel volt a fontos, ezért csapatrangsort nem is hirdettek. A legtöbb gólt szerzett játékos dr. Pap Zsolt volt a PMSC-ből, ő 3 mérkőzésen 5-ször talált a kapuba. A legjobb kapus a Csallóköz csapatából Racskó Pál lett, a legjobb mezőnyjátékosnak pedig az széki Ante Simunovicsot választották. Standard és latin táncokban egyaránt versenyeztek a 14. Ametisz Kupa részvevői Kaposváron. 30 egyesülettől mintegy 200 táncos állt a zsűri elé. Az indulók nem csak párban, hanem szólóban is bizonyították tudásukat. Aki tehette, a verseny kezdete előtt még gyakorolt a tánctéren. Nem csak a párban indulók, hanem a szólóban versenyzők is lelkesen, ám izgulva melegítettek be. Anyukám is izgul, meg a társaim is. És te mennyire izgulsz a verseny előtt? Hát kicsit. A kaposvári versenyről nem hiányozhattak az Ametisz TSE táncosai, akik több kategóriában is indultak. Egyéni szólóban és formációban. Formációban mit adtok elő? A tengerurai. Az indulók standard és latin táncokban bizonyíthattak a zsűri előtt. Kedvenc táncom a jive, és az azért, mert ilyen pörgős. Az egész országból érkeztek a táncosok a 14. Ametiszt kupára, amely egyben szabadidős táncverseny is volt. 30 klubból neveztek most hozzánk, párosok és szólólányok, formációk, 14 kategória van körülbelül a szabadidősportban, és 30 kategória a versenykönyves Magyar Táncsport Szövetség által regisztrált párosoknak a versenyére. Mintegy 200 táncos mérettette meg magát az őszi kaposvári versenyen. A helyi szervezők megpályázták a nyugat-magyarországi területi bajnokság rendezési jogát is, pozitív elbírálás esetén a tervek szerint márciusban ismét Kaposvár adhatna otthont a rangos versenynek.
És végül nézzük a legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Ezer bolti dolgozó hiányzik. Hatalmas tumultus várható a boltokban év végén. Együttműködés. Folytatják a közös munkát a rendőrök és a Tolna megyei cigányok. Téli gumi. Még nem késő váltani a szakember szerint. Falufejlesztés. Csíkóstötősön folytatják a korábban megkezdett munkát. Szerdán felhős idő lesz, délutánig nem várható eső, kora estétől egyre több felé alakulhat ki, eleinte szitálás, szemerkélés, majd estétől időszakosan megeredő, erősebb eső is. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerda este jelentkezünk. Viszontlátásra!